Példátlan összefogás eredményeként pénteken reggel újra kinyitott a miskolctapolcai barlangfürdő. A létesítmény minden miskolci stranddal együtt a megemelkedett energiaárak miatt volt kénytelen bezárni, csaknem 3 héttel ezelőtt. Többszöri tárgyalás után végül a környékbeli vállalkozók és a város összefogásával elérték, hogy újra megnyithasson az országos hírű turisztikai attrakció. A pénztárnál sorakoznak a fürdőzni vágyók, csak nem 3 hét után ma újra kinyitott a miskolctapolcai barlangfürdő. A hónap elején jelentették be, hogy a kigazdálkodhatatlan energiaárak miatt a miskolci fürdők átmenetileg bezárnak. Mi tudtuk azt, hogy a barlangfürdő az egy olyan ikonikus helye a városnak, egy olyan attrakciója a városnak, amely nem csak pusztán maga a fürdő, hanem kihat az egész turisztikai szektorra. Végül a turisztika területén tevékenykedő miskolci vállalkozók és a város összefogásának köszönhetően ma újra élettel telt meg a fürdő. Jelen pillanatban ugye folynak az egyeztetések és a szerződéskötések a vállalkozókkal, tehát egyelőre még a pénzt tőlük nem érkezett meg, de én ígéretet tettem rá, hogy a városvédelmi alapunkból, amelyet a költségvetésben elkülönítettünk, megelőlegezzük ezeket a forrásokat, amellyel a barlangfürdő nyitva tartható. A támogatással csak néhány hónapig biztosított a fürdő működése. A vezetés abban bízik, addigra normalizálódnak az energiaárak is. A téli szünet végéig biztosítva van a nyitvatartásunk. Január hónapban egyébként is a barlangfürdő leszokott állni, ilyenkor van a szokásos karbantartási időszak. Azt szeretném elmondani, hogy jó néhány feladatot ez alatt a 2 hét alatt elláttunk, de a kopogtatásnak meg kell történnie január hónapban, tehát akkor mindenféleképpen egy kicsit le kell állnunk. Az újranyitással a fürdő a jegyárakat is kénytelen volt emelni a túlélés érdekében. A szezonos jegyárak 671 forinttal nőttek, a gyógyászati szolgáltatások 188, míg a wellness átlagosan 1090 forinttal lett drágább, a bérletek árai pedig 2600 forinttal emelkedtek.